az ember ledöbben teljesen, el se akartuk hinni, hogy szóval ilyesmi létezik. Egy ilyen katasztrófa néhány faj teljes kipusztulásával jár. A jövő hirtelen föl sejlett bennünk, hogy talán itt a vég. A Scandi Nature bemutatja Török Zoltán filmjét. A mérges folyó. Veszélyes ciánvegyület került a Szamosba egy romániai ipari baleset következtében. A ciánszennyeződés miatt egyre fokozódik, és már tömegesnek minősíthető a halpusztulás a Tiszán, ahol úszályok voltak. A 2000. év első hónapjában Közép-Európában a kontinens egyik legnagyobb környezeti katasztrófája történt. Bőven szolgáltatva témát politikának és médiának egyaránt. A túlzott fakitermelés miatt a Kárpátok hegyei nagy területeken vesztették el erdőtakaróikat. Így azon a télen a gyorsan érkező olvadás hatásait semmi sem lassíthatta. A víz akadálytalanul tört utat magának egy nagybánya melletti mesterséges tóhoz, amelyben egy aranybányászati módszer veszélyes melléktermékét, a cianidot tárolták. Ám a tározót rosszul építették fel, így a lezúduló víztömeg könnyen átszakította a gyenge gátakat. A gyilkos méreg 3 napig akadálytalanul ömlött egy patakon és a Szamos folyón át a Tiszába, Európa egyik leggazdagabb élővilágú vízrendszerébe. A 120 tonnányi cianvegyület kíméletlenül végiggyilkolta Magyarországon a folyó élővilágát. A mentőakció, a folyó megtisztítása a haltetemektől azonnal megkezdődött. De a döbbenet és keserűség ott volt mindenki arcán. A szeretett folyó úgy tűnt, hogy örökre elveszett. Élővizekből nem lesz, de mostanában. Folyó víz lesz, de az, ami most volt, ez nem lesz többet. Nem valami akarik mondanak, azt nem tudják helyre hozni. Hát még hallott is agyonra. Itt képtelenség, hogy ebben lesz élővilág elkövetkező 30 évben. A cián halálos méreg, amely már igen csekély koncentrációban megbénítja a légzőrendszert. Úgy tűnt, hogy a vízi élőlényeknek nem sok esélyük van a túlélésre. Néhány hét alatt több mint 1240 tonna haltetemet szedtek össze, és azt még megbecsülni sem lehet, hogy a meder mélyén mennyi maradt. Amikor megérkezett a rengeteg haltetem, hát az ember ledöbben teljesen, el se akartuk hinni, hogy szóval ilyesmi létezik. Napokig nem aludtunk, az ember arra ébredt, hogy a szeméből csorog a könyv, és szinte az ember el akarta titkolni a fájdalmát, de szóval el se lehet mondani, a katasztrófa volt. Nem csak a halászok éltek nehéz időket, hanem mindenki, akinek a folyóval kapcsolata volt. Tokaj a tiszai víziturizmus fellegvára. Nem messze innen él a hagyományos tiszai ladikok egyik utolsó készítője.
Örültünk neki, ha egy szép csónakot tudtunk csinálni egy horgásznak, és akkor visszaigazolta, hogy nagyon örül, nagyon meg van vele elégedve. Ennek mi örültünk. Megtörtént ez a baj, és egyszerűen nem tudunk csónakot se eladni, mert eladhatatlan. Egy kicsit kétségbe vagyunk esve, és nem tudjuk, hogy hol kezdjük el. A szennyezés alatt a cián koncentráció elérte a halálos dózis 300-szorosát, így még a vízzel való közvetlen érintkezés is tilos volt. Ám nem volt még vége. A cián mérgezésben elpusztult halak tömegei még a parton hevertek, amikor egy újabb romániai balesetnél 20 000 tonnányi nehézfémtartalmú üledék került a folyóba. A hatalmas mennyiségű döglött haltetem messziről vonzotta a madarakat, bőséges, ám halálos lakomát kínálva nekik. Természetvédők ezért nátrium-tioszulfáttal beoltott halakat szórtak ki csaléteknek. Ez egyfajta gyógyszer, amely semlegesíti a ciánmérgezés hatásait. Ám az erőfeszítések ellenére voltak áldozatok. Tisza partján Gába Vencselőnél találták a ciánmérgezés levonulása utáni napokban. Teljesen mozgásképtelen állapotban volt a madár. Körülbelül egy hetes éhezés nyomait viselte magán a kondíciójából megítélhető módon. Ez azt jelenti, hogy körülbelül abban az időben, amikor a cián ott járt azon a partszakaszon, akkor vált mozgásképtelen, és azóta nem táplálkozott. Minimális, lényeges kis javulás azért mutatkozik. Bízunk benne, hogy ez, hogyha teljes mértékben meggyógyul, akkor elengedhető lesz. A tragédia, a halál képei gyászos érzésekkel töltötték meg a szíveket. Az emberek halottnak hitték a Tiszát, és szimbolikusan már el is temették. Ám lehet, hogy korai volt még a gyász. A kormány megbízásából tudósok kutatták végig radarral a folyót, ellenőrizve, hogy tényleg olyan sötéte a kép, mint ahogy azt mindenki hitte. És úgy tűnt, a felszín alatt azért rejtőzik még némi élet. Gyakorlatilag a felső tiszai részen, Tokaj és mondjuk Tiszalök között jelentős pusztítást, majdnem teljes pusztítást végzett ez a ciánmérgezés. Itt az alsóbb szakaszokon, ahol a folyó már szélesebb, nagyobb a víztömeg, kacskaringósabb, azért voltak olyan védettebb helyek, vagy mélyebb kubik gödrök, ahol a hal meg tudott húzódni. Nehéz jósolni, most ez 5-10 vagy 15 éves távon fog ugye teljes mértékben helyreállni, de én még talán magam véleményként azt is megkockáztatnám, hogy nem fog teljes mértékben maga ez helyreállni. Nincs arra semmi garancia, hogy egy év múlva, vagy esetleg két év múlva ugyanilyen, vagy kisebb jellegű szennyezés nem jön le valamelyik keletről jövő folyónkról. És ez sajnos a Tisza jelentősen meg fogja sínleni, ha ez így marad továbbra is. A tavaszi áradás a tiszai halászok számára a bőség ideje. Ám 2000 tavaszán mindenfajta halászat tilos volt, így csupán tesztfogásokkal segíthették a kutatók munkáját. A halakat vizsgálat után azonnal visszaengedték a folyóba. Mégis fontos volt számukra, hogy ők is tesznek valamit a Tiszáért. És ahogy az első tavaszi napsugarak lassan felmelegítették a vizet, meglepően sok hal bukkant fel a mélyből. Nekem apám, nagyapám, nagybátyáim mindenki halászok voltak. Tiszából ittuk a vizet. Onnan főzött apám a halászt, merített a bográcsba, bogrács vizet, és akkor tettük bele a finom tiszai halakat. Úgy tűnt, hogy a szennyezést sok őshonos hal élte túl. Azok a fajok, amelyek télen nem aktívak, ezt az időszakot a folyó mélyén hibernálva vészelik át. Így a gyilkos méreg gyakorlatilag átfolyt fölöttük. Szedtük a fiammal az erőmű fölött a elpusztult halakat, és átszaladtunk a mi területünkre, mert a kecsegéket nagyon féltettem, az rengeteg ivadék volt, nagyon jó állomány volt a Tiszában,
és attól tartottam, hogy azokat nagyon megviseli a szennyezés. És lejöttünk, gyorsan húztunk a kecével egy tanyát, és volt benne 3 darab kecsege, hát el se tudtuk mondani, hogy ez milyen örömérzés volt, hogy mennyire örültünk annak a 3 halnak talán. Hát így még életemben talán nem is örültem semminek. Rétisasok Magyarországon nagyon korán, már január végén, február elején megkezdik a kotlást, úgyhogy ebben az időszakban elég sűrűn szoktunk járni a területen, ellenőrizzük, hogy nehogy valaki megzavarja az állatokat. Most, hogy a cián szennyeződés bekövetkezett a Tiszán, most pedig még rendszeresebben ellenőrizzük a territóriumokat, azért, ha véletlen valamelyik madár a szennyezés kapcsán mérgezési tüneteket mutat, akkor tudjunk védekezni ellene. Itt lesz az egyik fészek. Egy pillanatra megállunk, de nem fogunk kiszállni, nehogy kiugorjon a madár a fészekből. A kocsit már megszokta, tudja, hogy mi vagyunk azok, akik ellenőrizzük őket. Mikor megérkezett a cián szennyezés, akkor a sasok még nyugodtak voltak, és érdekes módon, amikor a haltetemek elúsztak, sajnos nagy ijedelmünkre ez a pár eltűnt. Megijedtünk, hogy elpusztultak, vagy valami történt velük, de utána egy hét múlva újra megjelentek, és újra elfoglalták a fészket. Hogy most tönkrementek a tojások közben, mikor elhagyták a fészket, ezt nem tudni, minden esetre a madár kotlik. A Tisza közel 1500 kilométeren át lustán kanyarogva szeli át Kelet-Magyarországot. Az itteni szegény települések egyik nagy reménysége éppen maga a folyó volt. A gazdag élővilágú Tisza egyre népszerűbbé vált a nyugat-európai turisták körében is. A drámai szennyezés után azonban senki sem tudta, hogyan tovább. Errefelé sokan próbálnak a turizmusból megélni, ám most a vendéglők sorra zártak be, és a fogadók is üresen kongtak. A szenzációnak vége, a televíziós stábok is elhagyták a vidéket. A világon most már mindenki úgy hitte, hogy a Tisza halott folyó. Bár lassan gyógyulni kezdett, az újjászületés már nem volt téma. A remény viszont még ott élt mindenkiben, és a közelgő turista szezonra gondolva mindenki a szokásos tavaszi munkákat végezte. Ahogy a langyos áprilisi szellő végig szaladt a tájon, és visszahozta az életet, úgy a szívek is megteltek optimizmussal. Talán túlságosan is. Mióta megtörtént ez a katasztrófa, folyamatosan és mindig azt mondjuk, amikor kérdeznek bennünket, hogy nem tudjuk mekkora baj, bízunk benne, hogy túl van dimenzionálva a dolog, tehát gyakorlatilag mi optimistán fogjuk fel a kérdést. Mi abban hiszünk, hogy nagyon sok olyan ember lesz, aki ennek ellenére, hogy ilyen híreket hall, lát, bár ennek egy jó része úgy gondolom, hogy hamis. Tehát nem igazán ezek a igazi hírek, amiket itt a televízió és az újság és rádió minden közöl. A szezont biztos vagyok benne, hogy jó közepes eredménnyel fogjuk zárni, tehát értem ez alatt, hogy a vendégek azért nem fognak teljesen elmaradni. Megdöbbentő volt. Tehát ezt igazán érzelmileg nem is nagyon lehet kifejezni, csak akkor tehetetlenül látunk, és a jövő hirtelen föl sejlett bennünk, hogy talán itt a vég. Első perc döbbenete után mi a jövőbe vetett hitünket azt hangoztattuk, és mi nem mondtunk semmit, tehát mi nem állítunk semmit, mi csak azt mondjuk, hogy szerintünk a Tisza nem halt meg, és nem is halhat meg, mert ez maga az élet itt ezen a vidéken, és itt nekünk másunk nincs. Az élet tüzei lobbantak fel mindenütt a Tisza mentén. A kutatók sorra gyújtották fel a régi nádasokat, hogy mire a tavaszi magas víz eljön, tökéletes ívóhelyeket nyújtsanak az őshonos halaknak. Ám az áradás minden képzeletet felülmúlt. Az anyatermészet megmutatva igazi erejét felébredt, hogy segítsen magán. Ám miközben az emberek mentették a menthetőt, a hatalmas víztömeg eltakarította a szennyezések utolsó maradványait is. A Tisza pedig sok-sok kilométer szélességben mocsárrá változtatta a környéket. Olyan gazdag vízi világot varázsolva, amilyen a folyószabályozások előtt volt.
Kevéssel nyár előtt már az egész Tisza vidék zöldben pompázott. Minden mélyedés kis csatorna tele volt vízzel, élettel, és milliárdnyi apró halivadékkal. Valaha egy tájék minden tavasz után ilyen képet mutatott. A természet ezredvégi akciója úgy tűnik, hihetetlenül sikeres volt. Ám akadt egy probléma. Ezek a természetes halbölcsők igen messze voltak a folyómedertől, ezért a halászok különleges halivadékmentő expedíciókat szerveztek a mocsarak mélyére. Hát 28 éves halász pályafutásom alatt ilyen ritka jó ívással nem találkoztunk. Nagyon hosszú volt az áradás, nagyon hosszú volt a víz, és minden halnak kedvezett, minden halfajnak kedvezett. Föl tudott melegedni. Kimondottan jó ez az állóvíz, mert ebben van rengeteg táplálék, plankton. Látszik is rajtuk, mert eléggé szépek, jó vastagok, kövérek. Ám ahogy a napereje nőtt, úgy párolgott el az éltető víz. Sürgősen tenni kellett valamit. Már hogyha folyamatosan apad tovább így a víz, a sorsuk sajnos a kiszáradásnak, ezek a csatornák általában egy hónap, másfél hónap múlva már ki szoktak száradni. A nagy halpusztulás után több mesterséges telepítést is végeztek. Ám kétségkívül a halászok akciója volt a legsikeresebb, amelynek során sok millió ivadékot juttattak vissza a folyóba. Egy-két nagy, aztán már ők lesznek az urak. A csukák vannak itt egy pár darab. Keszegeknek a rémei. Júniusban mindenki izgalommal várta, hogy a cián megölte azt a kérészfajt, amely csupán néhány óráig tartó esti násztáncával kápráztatja el a folyó mellett élőket. Ez a Tisza virágzás, amely magát, az életet jelképezi. És a kérészek 2000-ben is ott repültek a folyó felett. Végig felmérés után a halbiológusok újabb expedícióra indultak a folyón, hogy megvizsgálják a változásokat a nyári aktív időszakban is. Ezúttal közvetlenül a halászok segítségével, hagyományos módszerekkel mérték fel a halpopulációban beállt változásokat. Az eredmények meglehetősen ellentétesek voltak. Néhol alig maradt hal, de akadtak olyan pontok is, ahol több volt belőlük, mint a szennyezés előtt. Felsőbb szakaszokon jóval kevesebb a hal, mint annak lenni kellene normális körülmények között. A Tisza alsóbb szakaszán már nagyobb hal mennyiség volt becsülhető, de ennek az eloszlása nagyon egyenetlen volt. A nagyobb hal mennyiség bizonyos mértékben magyarázható azzal, hogy megítélésünk szerint a cián szennyezés elől a felsőbb szakaszok halállományának jelentős része le tudott menekülni. Előzetes eredmények alapján nehéz megállapítani, hogy olyan lesz a Tisza, amilyen volt, bizonyos, hogy nem lesz olyan. De pozitív jelnek tartom azt, hogy gyakorlatilag most épp a fölmérés időszakában láttuk, hogy virágzik a Tisza, nem kis mennyiségben, tehát a kérészek, tehát az alsóbbrendű élőlények élnek, túlélték ezt a szennyezést. Úgy tűnik, hogy a halaknak elegendő természetes tápláléka van. A vízszegélyben vizsgálódva látjuk, hogy elég jelentős mennyiségű halivadék van. Mire ezek benőnek 3-4 év múlva, azért bizakodunk, hogy megfelelő halmennyiség lesz. Nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, hát ez azt mutatja, hogy csak él a Tisza, van benne hal. Nagyon szép a próbolászati eredmények azt mutatták, hogy gyönyörű állomány van a Tiszában. A pontja, a csuka, törpeharcsa, kárászfélek, nagyon szépen fogtunk. Hát a süllők és a busák hiányoznak. Hogyha ez nyáron jönne, katasztrófa lenne, a turisták, mindenki elvonulna a Tiszától.
nyár derekára az élet végérvényesen birtokba vette a Tiszát. Így a korábban bevezetett halfogási tilalmat feloldották, a helyiek nagy örömére. Hiszen az egyik legkedveltebb szórakozás a horgászat, amely errefelé egyfajta életforma is. A bőfogásnak örvendő horgászok azonban nem igen akarták észrevenni azt, hogy a fajösszetétel alaposan megváltozott. A Tisza értékes halai, a süllő, a menyhal alaposan megfogyatkoztak, míg olyan nem őshonos fajok, mint a törpeharcsa vagy az ezüstkárász jócskán elszaporodtak, ezzel is jelezve, hogy a Tisza ökológiai egyensúlya felborult. A szennyezés hosszú távú hatásai még továbbra is felbecsülhetetlenek voltak. A Tisza mentén főleg mezőgazdaságból élnek az emberek. A falvakban 2000 nyarán is épp úgy zajlott az élet, míg korábban minden évben. Csak a turisták hiányoztak, de ők nagyon. Hiába volt a víz minden eddiginél tisztább, az augusztus, amely a fő turista szezon, nem hozta meg a várva várt látogatókat. Akik még tavasszal optimizmussal gondoltak a nyári szezonra, mostanra reményvesztettekké váltak. Sokkal kevesebben vannak, mint tavaly. Gyakorlatilag a forgalomnak körülbelül a 50-60%-a hiányzik. Ez nagy részben köszönhető a cián szennyezésnek, tehát az emberek félelme az még ma is tapintható. Annélkül, hogy megnézték volna, hogy valójában mi történt, tehát már eltemették a Tiszát, koszorúkat dobáltak és egyéb őrültségeket tettek, ami gyakorlatilag most le is mérhető, hogy tulajdonképpen sikerült nekik valóban eltemetni egy darabig. Sárvári Zsolt mindössze két vendégének tudta megmutatni szeretett vízi világát. Csak ők vették a bátorságot, hogy a Tiszánál töltsék a vakációt 2000 nyarán. Az optimizmusunk az bevált, mert tulajdonképpen mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy nem halhat meg a Tisza. Tulajdonképpen az iszonyatos vízi világ, amit található, az ékes bizonyíték ennek. Sajnos anyagilag igen jelentősen érezzük. Négy olyan komoly csoport lemondta érkezését, akiket őszre vártunk, tehát a legjobb horgász szezonra, horgász idejére. Most is üres szobák vannak, gyakorlatilag egy vendégpár van nálunk. Még egy ilyet nem bírna ki a halászat. Ez nagyon nagy katasztrófa volt. Igen, jelentős hátrányokat szenvedtünk, és az egész Tisza tó menti idegenforgalom. Több mint fél éve vonult le a Tiszán a cián, és egyre nyugodtabbak vagyunk, hogy látjuk a vonuló madarakat, azt a paradicsomi világot, ami előtte is volt a cián szennyezés előtt. Ugye akkor, amikor a cián szennyezés levonult, nagyon meg voltunk ijedve, hogy mi lesz ezekkel a madarakkal. Hál' Istennek megnyugodhatunk. A madárvonulás az ugyanúgy zajlik, mint ahogy más években. A holtágak, kubik gödrök teli vannak hallal. Az idén a rétisasok is sok fiókát röpítettek. Volt egy olyan fészek, ahol három fióka nevelkedett föl. Úgyhogy ez is talán jelzi azt, hogy nagy baj nincsen. A cián mérgezés áldozata, a rétisas is lassan felépült. Önmagában a cián szennyezés, a cián mérgezésből, abból napokon belül meggyógyult, ahogy kézre került. Igazából ennek, vagy ezzel együtt történt nehézfém szennyezés és nehézfém, elsősorban ólommérgezés az, ami miatt a madár ilyen hosszan kezelés alatt áll. Bár a sas már gyakorlatilag gyógyultnak tekinthető, a hosszú fogság megviselte a szabadsághoz szokott madarat. Lábain sebek keletkeztek, és ezért szorul kezelésre még sok hónappal a szennyezés után is. Azt még nem tudni, mikor engedik szabadon, de egész biztos, hogy egyszer majd újra a magasból tekint le a Tisza vidékére. Ám sajnos továbbra sem lesz biztonságban. Nem messze a határtól az Aurul Társaság üzeme újra működik. Az elavult technológia mit sem változott. Ezen a területen a középkor óta bányáztak aranyat, és ma a meddőhányokból próbálják kisajtolni a maradék kincset. Ehhez használják a ciát, amely megköti a nemesfémet. A technológia nagyon veszélyes, amelyet több országban már betiltottak.
A cián vegyületeket ugyanis hatalmas derítőtavakban tárolják, amelyek gátjai könnyen átszakadhatnak, és az agresszív méreg gyilkos útjára indul a természetes vizekben. A Tisza vízgyűjtőjén még tucatnyi veszélyes üzem működik, mint potenciális katasztrófa források. Ősszel a Szamos torkolatánál kutatók serege gyülekezett. Egy átfogó vizsgálat indul kideríteni, hogy ténylegesen mekkora kár érte a folyót. A kutatások, amelyek még hosszú évekig eltartanak, megerősítették, hogy a Tisza él, de élővilága visszavonhatatlanul károsodott. Nagyon erős a Tisza, de folyamatosan ezt nem nagyon bírná ki. Volt már ilyen máskor is, csak nem ilyen mértékű volt, de azokat is kiheverte, ezt is kiheverte, legalábbis én úgy érzem. Az a helyzet, hogyha a lász nem bízna, akkor vége is lenne, mert bízni kell. Az embernek mindegy, optimista vagyok, meg reménykedek abban, hogy több ilyen szennyezés nem fognak belengedni a Tiszába. A Tisza szerencsére újra él, bár a méreg súlyos károkat okozott természetnek és embernek egyaránt. Hasonló baleset azonban bárhol és bármikor újra megtörténhet. Vajon tanultunk-e a Tisza tragédiájából? Írta, fényképezte és rendezte Török Zoltán. Közreműködött Crespo Rodrigo. Zene Johann Nilsson. A magyar változatot készítette Kertes Ferenc, Halmai Károly és Vargáné Böröndi Erzsébet. Készült a Magyar Televízióban.